Srácok, most aztán főhet a Sony feje, ugyanis kiderült, hogy sikerült feltörni a PS5 rendszerét. Egy Lance McDonald nevű modder mutatott egy videót a Twitterén, ami jól látszik, hogy hozzáférnek a PS5 debug menüjéhez, majd aztán telepítenek rá egy PS4-es játékot, méghozzá nem más, mint a Silent Hills-nek a PS4 exkluzív demóját, a PT-t. Ironikus, nem igaz? Kis szépséghibája a jailbreaknek, hogy egyelőre csak a tavaly októberi 4.03-as rendszerverzióval működik, és akkor sem mindig, ráadásul nem lehet rajta exe-fájlokat futtatni, így hiába rakták rá a PT demót, az nem indul el rajta. Persze ezen még finomíthatnak, és akkor lehetővé válik, hogy illegális kalózjátékokat, PS1-es, PS2-es játékokat, modokat futtassanak a PS5-ön. Mi ezt persze nem javasolnánk senkinek, mert elvész a garanciád, nem lehet online multizni, nem működik a party chat, nem férsz hozzá a PlayStation Network-höz, és pretty illegális. Na, mit szóltok?